Optimizmus lengi be az európai kontinenset, miután két a kutatók által ígéretesnek tartott koronavírus elleni vakcina is várhatóan az év vége előtt elkészül. A szóban forgó cégek a Pfizer, BioNTech és a Moderna. Egyes elemzők aggódnak a verseny tempója miatt, a gyógyszervállalatok viszont rendkívül bizakodóak. Ha végére érünk a tárgyalásoknak az illetékes hatóságokkal, akkor van rá esély, hogy meg lesz a gyártási engedély az Egyesült Államokban, vagy Európában, vagy mindkét helyen. Az is lehetséges, decemberben el tudjuk kezdeni szállítani a vakcinát. De ehhez nagyon szoros összefogásra és rendkívül gyors munkára van szükség, hangsúlyozta a BioNTech vezérigazgatója. Az európai hatóságok arra készülnek, hogy megállapodjanak a vakcinák megvásárlása érdekében. Az évvége opció Brüsszelben is elhangzott. Az Európai Gyógyszerügynökség elmondta nekünk, hogy a feltételes forgalomba hozatali engedély a legelső lépés ahhoz, hogy a BioNTech és a Moderna beléphessenek a piacra. Ez már december második felében megtörténhet, ha minden probléma mentesen alakul, hangsúlyozta a bizottság elnöke. A turizmus pandémia okozta válsága miatt a légitársaságok jó része teherszállításra áll át. Amint megérkezik a vakcina, olyan cégek jelentkeztek a szállítási feladatok ellátására, mint például a Lufthansa. Európában egyedül Magyarország rendelkezik egyelőre oltóanyaggal. Egy klinikai tesztelésen át nem esett az Európai Gyógyszerügynökség által el nem fogadott orosz fejlesztésű oltóanyagból vásároltak egyelőre 10 dózist. Moszkva augusztusban jegyeztette be a szóban forgó vakcinát, és néhány nappal ezelőtt 92%-nál is magasabb hatékonyságról számoltak be.